Az Atya, a Fi és a Szent Lélek nevében. Mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájtokkal. Krisztus föltámadását ünnepeljük, kedves testvérek. Szeretettel köszöntöm nem csak a kedves testvéreket, akik itt a templomban vannak, hanem a Halom televízión keresztül a kedves tévé nézőket is, akik a televízión keresztül tudnak bekapcsolódni a liturgiába, a szertartásba. A Szentmisa áldozatot elhunyt Tóth Viktor lelküdvéért ajánljuk föl, és egyben hálát adunk mennyei atyánknak azért, hogy Jézus Krisztus, a mi Urunk által örök életünk, örök boldogságunk van. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepeljük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg a mi bűneinket, és vezessen el az örök életre. Uram, írgalmazz!
könyörögjünk. Istenünk, Te a mai napon egyszülött fiad által legyőzted a halált, és föltártad előttünk az örökké valóság kapuját. Krisztus Urunk föltámadását ünnepelve kérünk, teremts újjá minket szent lelked erejével, hogy új életre támadjunk. Ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta. Ti tudjátok, hogy mi minden történt Galileától, egészen Júdeáig, attól kezdve, hogy János hirdette a keresztséget. Hogyan kente fel az Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal. Ő pedig, ahol csak járt, jó tetteket vitt végbe, és meggyógyított minden ördögtől megszállottat, mert vele volt az Isten. Mi tanúi vagyunk mindannak, amit Júdea egész területén és Jeruzsálemben tett. Keresztre feszítették, de harmadnapra feltámasztotta Isten, és látható alakban megmutatta őt, ha nem is az egész népnek, de az Isten által előre kijelölt tanúknak, vagyis nekünk. Mi ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halálból. És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tanúsítsuk, hogy ő az, akit Isten az élők és holtak bírájául rendelt. Minden próféta tanúságot tesz arról, hogy aki hisz benne, elnyeri bűnei bocsánatát. Ez az Isten igéje. Yeah.
csodálatra méltó a mi szemünkben. Ezt a napot az Úristen adta, örvendjünk és vigadjunk rajta. Szent Lecke Szent Pál apostolnak a Kolosszéiekhez írt leveléből. Testvéreim, Krisztussal együtt ti is feltámadtatok. Keressétek tehát azt, ami odafönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Az égiekre irányuljon figyelmetek, ne a földiekre, hisz meghaltatok és éltetek Krisztussal, az Istenben van elrejtve. Amikor azonban Krisztus, a mi életünk újra megjelenik, vele együtt ti is megjelentek az ő dicsőségében. Ez az Isten igéje. Mi húsvéti bárányunk már feláldozta magát. Éljük meg tehát az Úrral a húsvéti lakomát. Halle, halleluja! Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből.
A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, s hírlatta nekik. Elvitték az urat a sírtól, és nem tudom, hogy hová tették. Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, és látta az otthagyott gyógysleplet, de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta az otthagyott lepleket és a kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt összehajtva egy helyen. Ekkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz. Látta mindezt, és hitt. Addig ugyanis még nem értették meg, hogy Jézusnak föl kellett támadni a halálból. Ezek az evangélium igéjén. Kedves testvérek, igazi húsvéti ünnepi futóverseny lehetett ott, több mint kb. 2000 évvel ezelőtt, amikor az Úr Jézus Krisztus sírjához Péter és János szaladt. Mint ahogy olvashattuk, János, aki elsőként ért a sírhoz, ő nem ment be a sírba, megállt meg, dermedt a bejáratnál, és csak kicsit benézett, hogy mi történhetett, aztán megvárta az apostoli közösségnek a vezetőjét, Pétert, és együtt léptek be, és tapasztalták a csodát, hogy nincs ott Jézus holtteste. Ott vannak a leplek összehajtva, külön a fejkendő, külön a testet takaró lepel. Nincs itt, föltámadt. Miért keresitek ti az élőt a halottak között? Olvashatjuk Szent Lukács evangéliumánál, nincs itt, föltámadt. Egyetlen egy vallásnak az alapítója sem mondhatja el azt, hogy föltámadt, csak egyedül Jézus Krisztus. Sokfajta szépet, sokfajta csodálatosat lehet mondani különböző vallások alapítójának, sőt azoknak is, akik a katolikus egyháztól elszakadtak különböző úton, mesdjén, és különböző formában hirdetik azt az evangéliumot, amit a katolikus egyház már 2000 éve hirdet, de egyetlen egy egyház őrizte meg igazából alapítójának az üzenetét, és az a mi egyházunk, és valljuk azt, hogy Krisztus igen föltámadta halálból, és ezért a tényért, ezért a bensőséges találkozásért, hiszen az apostolok hídben találkoztak Jézussal, majd személyesen találkoztak, majd a 2000 év során oly sok hitvalló vértanú találkozott szívében, lelkében, az oltári szentségen keresztül, Isten igéjét hallgatva, a másik ember szolgálatában találkozott a föltámadottal, és életüket áldozták, ajándékozták annak, aki előbb szerette őket, Jézus Krisztusnak. Kedves testvérek, a maikor emberére jellemző az, hogy minél gyorsabban, minél többet szeretne birtokolni. Már kicsi gyerekkorban a gyerekek ilyen frusztráltak, hogy hát még oda nem iratkoztál be, hát még ezt még oda gyorsan még be kell írni külön órára. Még egy külön plusz programot be kell iktatni, mert hát le fogsz maradni. Már a szülés is szinte ilyen programozottan történik. És a gyerekek már bölcsödéskorban egy iszatos versenyben vannak, szinte nincsen gyerekkoruk. Néztem, hogy én kis gyerek voltam, akkor volt szombaton még tanítás. Megmondom őszintén, hogy én sokkal jobbnak tartanám azt, hogy szombaton, ha lenne tanítás, mert a gyereket 6., 7. órában
nyúzni, iskolában, hát már délután szegény már fáradt, nyűgös, minden baja van, aztán este felé megint ugyanúgy előről venni a tantárgyakat, közben pár külön óra még mindig ott játszik, és a szegény gyereknek igazából nincsen sokszor gyerekkora. Otthon egy ilyen állandó vibrálásban van, az iskolában, az oktatási intézmény úgy szinten, hogy hát neked haladni, fejlődni kell, mert lemaradsz, mert neked küzdeni kell, mert lemaradsz. És ez egész élete egyfajta futás, rohanás, szaladás. Na de mindez miért? Felnövekszik, és azt látja sokszor, hogy hát nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy azt ő neki ezt idáig mondták. És csalódott lesz, hamar kiég, és kedvetlen lesz. Kedves testvérek, a mi életünk nem valamiről szól, nem különböző programpontoknak az elérésére, nem egy akadályfutásban veszünk részt, volt ez a pontkeres akadályverseny. A mi életünk Jézus Krisztusról szól. Ő az, aki minden egyes agysejtemet, minden egyes idegsejtemet, gondolatomat, érzésemet, mindenemet kell, hogy magához emeljen, és ő érte történik, ő általa történik, és ő vele, ő benne történik minden. Ha ez nem így van, kedves testvérek, akkor valóban különböző programokon, különböző eseményeken veszünk részt, és az a húsvét is erről fog szólni. Jaj, még oda el kell menni, őt föl kell hívni, 3 e-mailt inkább elküldök valahova, majd oda nem szeretnék elmenni, mert akkor találkozni kell, és az olyan kellemetlen, régebben ott összevesztünk már, ki kéne talán békülni, és hát jaj, még le ne maradjunk erről, meg ne sértsem azt, hú, hát már kell menni dolgozni. És hát végre vége az ünnepeknek, fárasztó volt, nyűgös volt, ettünk is, ittunk is, locsolkodtunk is, na de megint kell menni a melóba. Ennyi csak az élet, kedves testvérek. Szembesülünk ismét a napi problémával, nehézségekkel, nyűgösségekkel, mindenfajta nyavajával. Ennyi az életünk. Kedves testvérek, tegyük fel magunknak a kérdést. Miért rohanok? Hát ha így teszem fel a kérdést, hogy miért rohanok, akkor jó materialista vagyok, vagy marxista vagyok, ugye? Vagy a fogyasztói társadalomnak egy hasznos kis alkatrésze, mert hát ott vallottuk, vagy vallották, vagy írták le, hogy a mennyiség majd átcsap egyfajta minőségi változásba. Hogy elnézem a sok, mondjuk szalmonellás gombócos fagylaltot, ugye sok 10 gombóc szalmonellás fagylalt nem fog átcsapni, hát egy finom, igazi fagylaltá. Mert hát az nem fog átalakulni, csak még rosszabb lesz. Tehát ez nem igaz, hogy minél többet birtoklok, minél többem van, annál gazdagabb vagyok. Ez vonatkozik mindenre, kedves testvérek. Mert nem ezen múlik az élet, hogy mit van, hanem azon múlik az élet, hogy Krisztus bennem a minden-e. A feltámadott, és a feltámadottal való találkozás átalakítja-e nap mint nap, újra és újra az én életemet. Mi nem egy olyan újjászületésben hiszünk, hogy reinkarnálódunk majd, és akkor békából átmegyünk hangyába, hangyából pedig majd egy krokodilba, hanem mi abban hiszünk, kedves testvérek, hogy Krisztusban átalakulva, átformálódva a mennyországra születtünk újjá. És mikor kezdődött ez el, kedves testvérek, ez a találkozás? Hát igazából csírájában akkor, amikor meglettünk váltva. A lehetőség, úgymond a mennyország ajtaja, akkor tárult ki számunkra. Ki által, Krisztus által, aki maga kereszt áldozatával kinyitotta számunkra a mennyország ajtát, ami el volt zárva, annyira gyönyörű ez a templom, hogy fölül itt a keresztet láthatjuk, az immanens és a transzcendens közötti kapcsolat. Krisztus, ami Urunk által megy végbe, a kereszt által megy végbe. Ő volt a váltságdíjunk, aki kiszabadított bennünket bűneink, az áteredő bűn nyomorúságából, fogságából. És mikor részesedtünk mi a megváltásban, hát akkor, amikor megkereszteltek bennünket,
ott álltak szüleink, keresztüleink, rokonaink, és együtt mondták, hogy igen, mi szeretnénk a gyermekét az egyház megkeresztelni. Mi vállaljuk azt, hogy keresztény módon fog felnevelkedni. Ez nem csak egy társadalmi szokás, nem csak, hogy a nagymama hát végre ne mondja már állandóan, hanem a szülőknek, a keresztszülőnek, az egész családnak a hitét fejezik ki, hogy azt a pici gyereket megkereszteli. Éppen ezért az őskeresztény korban felnőtteket kereszteltek meg, vagy egy egész családot kereszteltek meg, ahol a szülők együtt mondták azt, hogy igen, mi akarunk keresztény módon élni, katolikus módon élni. És ha kell, az életüket áldozták hitükért. És beleoltottak Krisztusba. Éppen ezért húsvét éjszakáján keresztelték meg jobbára a pogányokat, hiszen akkor ünnepli az egyház, hogy Krisztus győzött a halál fölött, és beleoltódik a megkeresztelendő Krisztusba, aki legyőzte a halált. A feltámadt Krisztust jelképezi ez a nagy húsvéti gyertya, mert az élet, a világosság győzött a halál fölött. Tegnap este a feltámadást jelképező Krisztusi gyertyát, a feltámadást jelképező nagy húsvéti gyertyát hoztuk be a templomba, és kiáltottuk újra és újra, hogy Krisztus föltámadt, Istennek legyen hála. Krisztus világossága, Krisztus él, Krisztus ragyog, Krisztus tündököl az én szívemben, lelkemben. Ő, aki nem valami, hanem valaki. Ő érte érdemes futni, megmozdulni, ő érdemes élni, bármit tenni. Ő az, kedves testvérek, aki, vagy Pál mondja, magával ragadott bennünket. Ő az, aki kihívott bennünket a mi lelki sírunkból. És ott hagyjuk a gyógysleplőket, mint hogy Lázár letette a lepleit, a halotti lepleket, múltunkat letesszük. Ő érte élünk, egész életünkben ő érte élünk. Mindent itt fogunk egyszer hagyni, mindent. Adósságainkat, házunkat, kocsinkat, telkünket, ruháinkat, aranyékszereinket, megvalósulatlan álmainkat, mindent itt hagyunk egyszer. És egyszer átlépünk a halálból, vagy a halálon keresztül, a feltámadásra, mert csak a halálon keresztül van föltámadás, de előbb meg kell halnunk önmagunknak. És akkor, amikor mi itt hagyjuk ezt a földi életet, nem teszünk mást, mint azt éljük meg, amit egész életünkben már gyakoroltunk. Krisztust választjuk, akkor már végleg. És most húsvét alkalmával ezért nagyon fontos, és ezért tettük le tegnap éjszaka este a hitvallást itt a húsvéti gyertya tövében, Krisztus föltámadását jelképező gyertya tövében, illetve az oltár tövében a Krisztus áldozatát bemutatjuk. Ezért tettük le a hitvallást, hogy mi ellent mondunk a sátánnak, minden kísértésnek, minden csábításának, minden sugallatának, és az életet választjuk. Meghalunk ennek a világnak, és az örök életnek élünk. Kedves testvérek, válasszuk az életet. Isten ad nekünk esélyt. Az idő számunkra kegyelmi idő. A sátának egyik legnagyobb kísértés az, hogy ráér még. Figyeljük csak meg, családon belül. Nagymama ugye elmegy a templomba. Hát a nagypapa az otthon bogarászik, hogy a ház körül sokszor, de az, hogy a férfeleség együtt jön el a templomba, nagyon ritka. Fiatalabb szülők is, hát nagyon ritka, amikor az édesanyja, édesapa együtt jön el a templomba. Aztán van, hogy amikor küldöncöt küldenek a templomba, hát a gyerek menjen a templomba, anyuci, apuci otthon teszi-veszi, mert jönnek a vendégek. Hát a levesnek rotyognia kell, hát ott mindent elő kell készíteni, hát jönnek a vendégek. De könyörgöm, a legnagyobb vendég maga Krisztus. Krisztus. Hát őt várjuk, és Isten szent népe őt várja. És hát mi valamivel vagyunk elfoglalva, lehet, hogy valakivel foglalkoznánk, valakivel, aki meghalt érted, a gyermekedért, unokádért, rokonodért, hozzátartozért,
Éppen ezért a keresztényeknek és minden egyes embernek a legnagyobb ünnep húsvét, Krisztus feltámadása. Ő általa, ő vele és ő benne minden értelmet nyer. Minden nyomorúságból, minden testi lelki bajból csak Krisztus által tudunk kilábalni. Ő ad értelmet mindennek. Fájdalmainkat magára vette, bűneinket magára vette, szenvedésünket magára vette, örömeinket magára vette, mindent magára vett. Azért, hogy mindent átalakítson, átlényegítsen, és belé költözve, bele oltódva a mennyei Atya dicsőségre tudjunk élni örökre. Ez a csodálatos úgynevezett metamorfózis, átalakulás, lényegi átalakulás itt megy végbe, amikor Krisztust magunkhoz vesszük. Krisztoforoszokká leszünk, Krisztus hordozókká leszünk, hogy Krisztust vigyük el az emberek szívébe, lelkébe. Hogy az emberek szívéből, lelkéből, a tennap is olvashatjuk az ószövetségi olvasmányban, Ezekielnél a kőszív helyébe élő eleve szívet adjon az Isten, kőszívű ember fiai. Nem csak egy gyönyörű regény, hanem ez valóságban is így van, nekünk kell élő eleve szívet, Krisztus szívét adni az emberek szívébe, lelkébe, elvéve belülük a kőszívet, a szeretetlenséget, a bűnt, vagyis életünket kell áldoznunk Krisztus által azért, hogy ő nekük életük legyen. Élek én, de már nem én élek, hanem Krisztus él én bennem. Ő, ha bennem él, akkor örök életem, örök boldogságom van. A mennyország már elkezdődött. Amen. Mindenható örök Isten, újjászülettünk egyszülött fiad halálában és föltámadásában. Tekints ránk kegyelmesen, és engedd, hogy második eljövetelének dicsőségében is részesülhessünk Krisztus, ami Urunk által. Imádkozzatok testvérek, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, újongó húsvét örömmel ajánljuk föl áldozatunkat, amely által csodálatosan újjászületik és növekszik egyházad, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. És a feleddel.
emeljük föl a szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen ezen a szent ünnepen, amikor áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány. Mert ő az igazi bárány, aki elvette a világ bűneit, halálunkat halálával megtörte, s föltámadásával új életet szerzett nekünk. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok a te dicsőséget innuszát zengik, és vég nélkül éneklik. Szent vagy Istenünk, és méltán dicsőj téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, amirunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adva áldást mondott, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér, értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Áldozatot életi Úrunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, kik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegye minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, a Szent Szűz jegyesével, a Szent Apostolokkal, a dicsőséges vértanukkal, Szent István és László királyainkkal, a magyar szentekkel és boldogokkal, és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Ferenc pápánkat, Antal püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen háza népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszorodott valamennyi gyermekedet. Elnújt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint, dicsőségedben, velük együtt örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Feltámadásakor Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek, ezért kérjük. Jézus Krisztus, élő Isten fia, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézd, hanem egyházad hitét, és őrizd meg egyházadat szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, kérsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Az Isten báránya, ima, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
föld elő réteken át helyet nékem. Csöndes folyóvizekben lett nevelt föld engem, felünítette az én lelkemet. Eszi az én testemet, és issza az én élemet, én bennem marad, és én ő benne. Halleluja, halleluja. Az igazság ösvényein vezetett engem az ő nevéért. A halál völgyében járok, és nem félek a rossztól, mert te ott vagy velem. Aki eszi az én testemet, és issza az én élemet, én bennem marad, és én ő benne. Halleluja, halleluja. A te vesződés pásztor botod, megvigasztal engem, asztal terítesz nekem, hogy szorongatóim szégyent valljanak. Aki veszi az én testemet, és issza az én élemet, és ha te irgalmasságod kísért engem életemnek minden napján, hogy az Úr házában lakjam időtlen időkig. Aki veszi az én testemet, és issza az én én bennem marad, és én ő bennem. Halleluja, halleluja. Őrjön, Istenünk, örök jóságoddal oltalmazd egyházadat, hogy húsvét szent titkának ünneplése által megújulva eljusson a dicsőséges föltámadásra Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fi és a Szentlélek. Amen. A szentmise véget ért, járjunk békességben. Alleluja, alleluja. Istennek legyen hála. Alleluja, alleluja. Thank you.